Egy fontos küzdelem előtt nem izgulhatott ennyire Ken Robert, mint pénteken délután a vőlegény szerepben. A Bajai Sihán 25 évvel ezelőtt ismerte meg Róka Györgyit, majd 5 évvel később polgári szertartás keretében el is vette feleségül. Akkor megígérte, hogy egyszer majd a templomban is kimondja az igent feleségének, ennek pedig most a 20. házassági évfordulón jött el az ideje. Rokonok, barátok figyelték a meghatott párt, akik óriási élményként élték meg a péntek délutáni történéseket. Most talán egy kicsit érettebben és könnyekkel küszködve álltam végig a szertartást. Aztán 2 nappal ezelőtt volt egy fölpróba, amit végig sírtunk a párommal, és azon gondolkoztam, hogy hogy fogjuk kibírni a pénteki napot, könnyekkel küszködve. Természetesen annak is oka van, hogy miért éppen most döntöttek úgy Györgyiék, hogy megtartják az egyházi esküvőt is. Azt hiszem, hogy megértem én is erre a feladatra. Tehát gyakorlatilag ez, ugye Györgyi mondta, ez nem egy presszió volt akár ő részéről, vagy más részéről. Ez nekem kellett megérni fejbe a gondolataimba. Úgy gondolom, hogy most, amikor Európa ilyen nagyon komoly identitászavarba szenved, mint tudjuk, tehát az a legkevesebb, hogy kifejezzük azt, hogy római katolikusok vagyunk, keresztények vagyunk, és Isten által is összeköttetjük a törvényben a kapcsolatunkat. Az esküvőt követően természetesen a lakodalom sem maradhatott el, a nász nép hajnalig mulatott az egyik bajai szórakozóhelyen. A feleség és ifjú férje stílszerűen motoron távozott a templomtól, jelképesen is útjára indítva az újabb közös évtizedeket.